Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából, egy ilyen napi impulzus. Először is elmagyaráznám azt, hogy működik, és hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, akkor nagyon szomorú voltam, vigaszt kerestem a Bibliából, és annak idején nem is tudtam, hogy működik egy inga, nem is tudtam azt, hogy inga egyáltalán létezik, vagy igen, vagy sem, hanem ma hirtelen kinyitottam a Bibliát, fogtam a nyakláncomat, és elkezdtem olvasni így a nyakláncom által a Bibliából, és észrevettem azt, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc más irányba fordul ki, ugyanúgy, mint az ingánál, és én ezt összetudtam olvasni. És ez volt számomra egy üzenet. Azóta használom ezt a forrást, amit szeretnék átnyújtani nektek. Amikor én így az ingával, illetve a nyakláncommal dolgozom, egy időben vannak ilyen gondolatok, ami úgy kívülről jön. Azon kívül figyelembe kell azt is venni, hogy a Biblia egy régi szöveg, nekem ezt kicsit át kell alakítanom a mai modern nyelvre, azon kívül a Biblia német, ezt le kell magyarra is fordítani, tehát nem szóról szóra jön az üzenet, de a tartalom az ugyanaz. És most kinyitom a Bibliát, megnézzük, hogy mi az üzenet a mai napra. Ehhez még hozzáfűzném azt, hogy ezt a felvételt bármikor meghallgathatod, mindig aktuális azon a napon, amikor megnézed. Valaki jönni fog, valaki közeledik hozzád, mert beszélni akar veled. Ez a beszélgetés kihat az érzelmeidre. Légy nyitott, mert ez a személy melletted akar maradni. Így megtalálod a nyugalmadat. Hallgasd meg, hogy mit közöl veled. Kapsz egy ajándékot is. És ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád a videót, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!